Még késő délután is sok látogató érkezett, hogy megtekintse a Munkácsy képeket a József András Múzeumban. Az egyik legnagyobb magyar festő alkotásaiból még június végén nyílt tárlat Nyíregyházán. Az érdeklődés a kiállítás iránt pedig eddig várakozáson felüli volt. Nagyon sok diák az, aki megnézi a kiállítást, nagyon sok nyugdíjas klub, aki szintén jön ide és érdeklődik és megnézi a kiállítást. Nem csak a városból, hanem megyeszerte vannak érdeklődőink, akik eljönnek ide a múzeumba, de bátran merem azt is jelenteni, hogy a környező országokból, tehát úgy értve, hogy Felvidékről, Kárpátaljáról és a Partiumból is jönnek ide látogatók. A kiállítás az eredeti tervek szerint október 14-ig maradt volna Nyíregyházán, azonban akkora érdeklődés mutatkozik iránta, hogy sikerült még 2 hónappal meghosszabbítani a múzeumban a Munkácsy 50 kiállítást. Ez idáig 18.255 látogatója volt a kiállításnak. Ugyanúgy szervezi a múzeum, mint a Szehozókincseket, tárlatvezetéses, csoportos megtekintés. És hát az érdeklődés, hála Istennek, nagy. Több előjegyzés igény jelentkezett, ezért beszéltem Pák Imre úrral, ugye legnagyobb anyag az övé, 4 festmény érkezett Békés Csabáról az 50-ből, és megkaptuk a hozzájárulásokat, december 16-áig marad az egész kompressz kiállítási anyag. Kovács Ferenc azt is elmondta, a Szehozókincs és a Munkácsy 50 tárlat jó próbája volt annak, hogy ilyen volumenű kiállításokra van igény a megyeszékhelyen. Mint mondta, ez jó alapot ad arra, hogy a jövőben is tudjanak nagyszabású kiállításokat Nyíregyházára hozni. Mi ezt tervezzük, erre készülünk, viszont ehhez szükséges ismernünk azt, hogy mekkora az érdeklődés, konkrétan hány látogató van egy ilyen nagy, magas szintű kiállításnak. Ebben az évben ugye 2 is itt a múzeumban megrendezésre került. Nagyon sok munka van emögött, lobbizni is kell érte, nem beszélve arról, hogy finanszírozás igénye is van. Készül majd körülbelül decemberben, már folyamatban lesz a város költségvetésének az előkészítése. Én nagyon remélem, hogy egy újabb ekkora, ilyen volumen, ilyen szintű kiállítás anyag finanszírozásából is tudunk majd számolni. Kovács Ferenc hozzátette, 2 természettudományos kiállítás van tervben, valamint Munkácsy után egy újabb nagy magyar festő, Szinyei Merse Pál képei érkeznek majd a József András Múzeumba.